Sziasztok! Ezúttal hifis vizekre evezünk. Egy kedves cimborámnak hála volt alkalmam kipróbálni a MyTech Brooklyn Bridge Duckot, amit az RME Adi 2 Duck FS-sel versenyeztettem meg, és az egyenletbe bevontam még a Less Loss feszültség kondicionálóját, ami nagyon érdekes volt. Erről fogok nektek mesélni, vágjunk is bele! A Brooklyn Beach Duck tulajdonképpen egy több szolgáltatást magába tömörítő minőségi eszköz, amely hálózati, illetve USB-s vagy egyéb digitális forrásból képes konverziót végezni, és azt nagyon jó minőségben továbbítani a hangfalaink felé analóg módon. Mivel ez inkább a hifiseket célozza meg, itt nem teljesen a linearitás és egyéb stúdiós szempontok alapján nézegettem ezt meg. Általános zenehallgatás során azt vettem észre, hogy egy nagyon kellemes karaktere van, nincsen meg az az iszonyatos definiáltság, viszont van egy nagyon könnyed, érezhető atmoszférája. Egy picit talán ilyen szélesebbek a dolgok, mint a valóságban szeretnénk, tehát ezt a színpadképet, ezt nem biztos, hogy annyira hülyen festi le, de nagyon izgalmas, úgyhogy ezt merem nektek ajánlani. Ha most az lenne a kérdés, hogy én ezzel, mint hangmérnök dolgoznék-e, határozottan nem a válasz, viszont mivel azokat a technikai részeket, amik zenehallgatás során zavaróak, idegesítőek, tehát hogy például a szalagnak a sistergését hallod mondjuk egy-egy régebbi felvételen, rajta nem olyan kiélezetten lehet hallani, most ez technikai értelemben véve azt jelenti, hogy nem olyan nagy esetleg a felbontása. Ez hifis szempontból viszont ugye egy előny, mert hogy nem idegesít minden kis apró részlet, maga ez a festett színpadkép viszont egy teljesen kellemes élmény. Most itt a Less Loss kapcsán, amikor ezt bekötöttem és úgy próbáltam ki, akkor nagyon érdekes volt, mert az volt az érzésem, mintha ezeknél a vokálos popos zenéknél azt vettem volna észre, mintha az énekesnő egy lépése közelebb lenne hozzám, és valahogy így összeállt igazából az egésznek a, hát nem is tudom, hogy erre mit mondjak, fázismenete, sztereó képe, de valahogy olyan stabilabb, olyan feszesebb lett az egész. Ennek nagyon örültem, és nagyon fogartam a fejemet, hogy ezt most hogy? Én ugye nem hiszek ezekben a csodakábelekben, de ez tényleg az, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy ezt hogyan csinálja. Megnéztem ennek egyébként a belsejét. Több fórumon azért ezt ekézik rendesen, hogy ami ebbe van, ez a nyomtatott áramkör, ez nem annyira kéne, hogy azért ilyen varázslatot csináljon. Úgyhogy cimborákkal, akikkel megosztottam ezt az infót, mi arra jutottunk, hogy valószínűleg ugye az történik, hogy ahol esetleg nincsen annyira brutálisan jól kiépítve magán az eszközön belül ez a feszültség stabilizálás, ott azért tud ezen hozni, és akkor ott, mivel kvázi egy kicsit így rendbeszedi a dolgokat, tud magának az eszköznek a működésén még húzni, és ezáltal jobb hangot tud az eszköz produkálni. Kipróbáltam persze több hangkártyával, több eszközzel, ami itt a stúdióban van. Az egyik ebből a Prophet Rev 2 amerikai szintetizátorom volt, ami egy elég hisztis dög, és abban tudom, hogy annyira nem tigris azért a táp. Sisterek, bug, egyéb problémája van, emiatt le kell diboxolni, na de gondoltam, hogy akkor majd most ezt jól beledugom, és megnézzük, hogy így mit csinál. Hát semmit. Tehát az ő esetében semmilyen változás nem volt. Teljesen ugyanúgy szólt, csináltam AB-teszteket, semmit nem vettem észre se fejhallgatón, se a több milliós lehallgató rendszeren. Nem volt változás, úgyhogy akkor gondoltam, hogy jó, semmi baj, menjünk tovább. Hallgattam akkor ugye még a mitekkel zenéket, hogy megszokjam, hogy ő hogy szól. Utána ugye betettem a Less Loss-t, akkor megdöbbentem, hogy jé, most azért ez így jobb lett. És itt nagy előrelépésről van szó, mert gyakorlatilag egy rendes teszt az úgy néznék, hogy benyomok egy gombot, és akkor átváltunk a másik eszközre azonnal, így, nem pedig az, hogy még egy perc, amíg átdugom, és csak megpróbálok emlékezni, hogy szólt, mert ez ugye hülyeség, ilyen nincsen. Úgyhogy, de itt viszont tényleg az volt, hogy szignifikáns differencia volt, úgyhogy tényleg ez nekem egy nagyon furcsa élmény volt, és hallgattam akkor azzal is pár ilyen referencia zenét,
Nagyon gyorsan megpróbáltam átugni, hogy akkor minél kevesebb idő teljen el az RME Adi 2 DAC-ot, és ahogy viszont azt betettem, és meghallgattam a zenéket, ott megint azt éreztem, hogy megint csak egy szinten feljebb kerültünk, még nyitottabb, még stabilabb és feszesebb lett a dolog. Nekem az egyik ATC-ben a Trimpotit sikerült megölni, és ezért nem teljesen szimmetrikusan szólnak, úgymond, és mindig a balanszal egy kicsit kell játszani, hogy aha, na oké, most van itt középen. És mindig ugyanott szoktam ülni, mert itt van ez a fejtámlám, és akkor ugye ebből tudom, hogy hol van a listening position. Na most azt vettem észre, hogy a mitek esetében is ott beállítottam a balanszt, kb. Úgy, ahogy szoktam, hogy ó, most becsukom a szem, oké, most középen vagyunk, oké, akkor mehetünk. Ahogy betettem a Last Lost, ezt egy kicsit finom hangoltam, hogy nem, oké, most akkor így itt van. És ahogy beraktam az RME-t, ott meg megint egy kicsit utána húztam, hogy ja nem, várjál, akkor mégiscsak itt van. És ebből azt veszem észre, hogy az, meg ugye persze monóba így kapcsolgatom a tesztmatériákat, és ott is azt vettem észre, hogy maga ez a mono sztereó stabilitás, az tényleg az RME-nél volt a legjobb, és észrevehetően, tehát egyértelműen jobb volt, mint a mitek, még a Last Loss-szal kiegészülve is, úgyhogy nálam maradt továbbra is az RME a csúcskonverter, és igazából ezt tudom nektek szívből ajánlani. Baromi jó konverter, ilyen 300 ezer forint körül már ezeket meg lehet csípni, úgyhogy érdemes levadászni. A stúdiós konverterekre visszatérve, a Fireface UC, illetve az Apollo Twin mind a kettő egy elég régi konstrukció. Az Apollo Twin, nem mondom, hogy teljesen más ligában focizik, mint az UC, sőt, aránylag közel vannak egymáshoz, de az Apollo karakterét tekintve egy kicsit már ilyen felvételesebb ízű, kicsit idézőjelben benne van az amerikai hang, míg a Fireface az ilyen nagyon szigorúan, németesen, hát mit mondjak rá, lineáris, szögletes, szabályos. Tehát az az igazság, hogy azt feszesebbnek érzem, főleg a szubtartományban veszem ezt észre, de a magas tartományban is ő egy más karakter. Számomra hangmérnökként egy sokkal használhatóbb dologról van szó, hiszen egy egyenesebb, őszintébb konverziónak érzem, de a kettő között azért olyan nagyon nagy differencia azért már nincsen. Azt megemlíteném, hogy ez a Twin, ami nekem van, ez az ezüst USB, ez már egy nagyon régi konstrukció, illetve maga a Fireface UC is már egy nagyon régi konverter, viszont ahhoz képest nagyon sok helyen ezt látom, tehát a mai napig bíznak ennek a hangjában, én is ezért választom őt, mert ez egy tuti jó recept stúdiózáshoz. Ennyit szerettem volna elmesélni nektek, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, megpróbálok jövőben is izgalmas tartalmakkal jelentkezni. Sziasztok!